A Cegléd-Berceli önkormányzat több évtizedes kiegyensúlyozott gazdasági működése biztos anyagi hátteret biztosított a településen lévő Eötvös József nyelvoktató nemzetiségi általános iskola fejlesztésére, illetve a szakmai munka minőségi működésére, hangzott el a méltatásban. Az önkormányzat egyebek mellett elvégezte az iskola épületének energetikai hőszigetelését, felújítását. Bár 2017. január 1-től az intézmény teljes működtetése a ceglédi tankerület feladata, a polgármester Török József és a képviselőtestület azóta is mindent megtesz azért, hogy támogassák a hátrányos helyzetű diákokat, hangzott el az átadáson. A Cegléd-Berceli iskoláért alapítvány kuratóriumának elnöke továbbra is a polgármester maradt, így jelenleg is aktívan részt vesz a kiváló tanulóknak járó aranymedál finanszírozásában. Az intézményben váratlanul felmerülő karbantartások esetén is rendszeresen segítséget nyújtanak az önkormányzati műhely dolgozói. Mindemellett, ha az intézmény területén a tanulók biztonsága érdekében sürgős intézkedésre van szükség, az önkormányzat költséget nem kímélve nyújt segítséget. Cegléd-Berceli önkormányzatát a diákokért és pedagógusokért végzett munkát Eötvös József díjjal jutalmazták, melyet a polgármester Török József vehetett át. Az elismerést Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének alelnöke adta át. Az Eötvös József emlékérem kitüntetést 1992-ben alapította a pedagógusok szakszervezete azért, hogy a hosszú ideig eredményesen dolgozó tisztségviselőket elismerjék. A díjat önkormányzatok szakszervezeti kollektívák kapják.